Köszöntöm a Városi Televízió nézőjét, Önök a Túri Objektív című műsorunkat látják. Műsorunk mai vendége Bordács László, a Mezőtúri Közművelődési és Sportközhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezetője. Üdvözlöm Önt, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Üdvözlöm én is, Önt is, és a kedves televízió nézőket is. A mai műsorunkat a Városi Majális értékelésével fogjuk kezdeni, majd rátérünk a gyereknapra, a Kft. Rendezvényeken való részvételére, illetve a fejlesztésekre. Május 1-én az Erzsébet ligetben tartották meg a Városi Majálist, ami idén is nagy sikert aratott a városlakók körében, az esős idő ellenére is. Hogyan zajlottak az események, minden a terv szerint alakult-e? Hát azt éppen nem mondanám, hogy a tervek szerint, hiszen az időjárás az most a majális napjára nézve az időjárás kegyes volt hozzánk, de viszont az előző napokban hát elég csapadékos volt az időjárás, hát akik itt élünk, nem csak Mezőtúron, hanem az országban, tehát országos esőzés volt, de itt nálunk ugye ez azért érintett bennünket kifejezetten rosszul, hiszen a helyszínünk az Erzsébet liget, és a ligetben sajnos hát ott azért földes területek vannak. Előzetes munkálatokban ebben az évben is a Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Kft. A zöld felületeket lenyírta, nem csak a liget területén, hanem a víztorony alatti részt is, amelyet ilyenkor parkolás céljára szoktunk használni. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm Papné Juhász Emília ügyvezető asszonynak és munkatársainak a segítségét. Hát ők, amit lehetett részükről megtették, a többi az pedig rajtunk múlt, hiszen május 1-e az szerdára esett, de mint ahogy ennél a programnál is, meg hát mindenféle rendezvénynél, ugye nem csak azt az egy napot kell tekinteni, amikor konkrétan maga a rendezvény van, hanem azért vannak előkészületek is. Hát itt sem volt ez másként, hiszen hétfői napon a rendezvénysátrat felállították, és munkatársaimmal mi is már elkezdtünk a sátor alá pakolni. Hát ekkor még jó idő volt tulajdonképpen, de hát utána viszont elkezdett esni az eső, és hát kedden is folyamatosan esett. Hát mindezek ellenére bíztunk abban, hogy szerdán jó idő lesz, úgyhogy az előkészületeket folytattuk tovább kint a ligetbe. Viszont így is volt olyan, amire hirtelen gyorsan kellett reagálnunk, mert hogy azon a ligetben lévő zöld, hát mondjuk egy kis fesztivált érnek, ott azért vannak mélyebben fekvő részek is, amik bizony elég jól feláztak olyannyira, hogy a teherautók, amelyek ott jármű forgalmat bonyolítottak le, hiszen árut kellett kivinni a területre, meg az előkészítési munkálatoknál is pakolni kellett. Hát ott bizony elég jól összevágták, sőt volt olyan is, aki elakadt, de azt megkitoltuk. Úgyhogy ahhoz, hogy gyorsan mégis jobb állapotba tudjuk hozni a területet, hát ilyen fa háncsokkal szórtuk le a mélyebben fekvő részeket, amit elég hirtelen gyorsan kellett kitalálni, hogy akkor most mit lépjünk. Úgyhogy itt pedig szeretném megköszönni a Baracsi Paletta Kft.-nek, tehát a Baracsi Paletta Kft.-nek, hogy hát ilyen hirtelen gyorsan rendelkezésünkre álltak, és segítették a rendezvényt azzal, hogy ezt a fa háncsot rendelkezésünkre bocsátják, és ezzel azért kicsit a komfortérzetünket tudtuk növelni. Ez volt a füves résznél, viszont van nekünk a sétányunk is, amelynek a jobb és bal oldalán árusok szoktak állni. Hát ott is volt egy olyan rész, amelyet le kellett, hogy szórjunk, ott pedig követ kellett odaszórni, amelynél szintén a gyors reagálást szeretném megköszönni a Harmat tüzépnek, tehát a Harmat tüzépnek a gyors reagálást, hogy zárási idő után tulajdonképpen kiszállították nekünk a kavicsot azért, hogy a majálist hát a körülményekhez képest megfelelően le tudjuk bonyolítani. Hát ekkorra már, hogy így mondjam, elmúlt a veszély tulajdonképpen, tehát a főbb
beavatkozási helyeket, meg beavatkozási területeken sikerült a mérsékelnünk a problémákat, úgyhogy bizakodva tekintettünk a városi majális elé. És hát a bizakodásunknak köszönhetően, meg hát nyilván az időjárásnak köszönhetően, a majális napján már, hát mondhatom azt, hogy az elmúlt napokhoz képest nagyon jó idő volt, úgyhogy kellemes környezetben, jó időben, jól felszerelt színpaddal, hangtechnikával és jól kiépített infrastruktúrális környezetben tudtuk várni a ligetbe látogatókat. A programok azok gépkarneváli felvonulással kezdődtek városunk fő utcáján, ahol szintén szeretném megköszönni mindazon cégeknek és magánszemélyeknek, akik a gépjárműveikkel vagy bármilyen módon részt vettek a felvonuláson, és azt is, hogy ebbe az évbe is fontosnak tartották azt, hogy egy ilyen városi rendezvényen részt vegyenek. Ahogyan a gépkarneváli felvonulás véget ért, azt követte 11:30-kor a mezőtúri szépkorúak hagyományőrzők klubjának a május fállítása. Hát ugye maga a május fállítás az tulajdonképpen az a majálisnak a jelképe, és ezt a májusfa állítást minden évben nagyon szívesen, lelkesen, odaadással teszik meg a mezőtúri szépkorúak hagyományőrzők klubjának tagjai, akik nem csak májusfa állítással vesznek részt a programban, hanem kint is maradnak, és a klubtagokat, vagy bárkit, aki csatlakozni kíván hozzájuk, azok odaülhetnek, lehet velük beszélgetni, és ők is együtt töltik el kint velünk ezt a napot. Hát a nap folyamán, itt most az összes többi programot azt nem sorolnám fel, inkább külön szeretném megköszönni mindazon szervezeteknek, itt most klubokra gondolok, vagy akár a kutya bemutatónál a kutyusoknak és a gazdiknak is egyaránt, hogy részt vettek a programokon, valamint szülőknek, gyerekeknek, felkészítőknek, hogy színesítették ezt a napot, amely úgy gondolom, hogy így azért szép kerekre sikeredett, és szeretném megköszönni azoknak is, akik résztvevőként kijöttek, kilátogattak a ligetbe, mert hát fontos az, főleg a mai világban, hogy azért együtt legyünk, a helyi közösség, a helyi egymást ismerő vagy nem ismerő emberek egy helyen legyenek, és ne csak digitális frekvenciákon vagy rendszereken, vagy eszközökön keresztül találkozzunk, hanem azért tényleg az, hogy az emberek egymással közvetlenül, fizikailag találkoznak, ez a mai világban, ez pedig pláne felértékelődött. És végül, de nem utolsó sorban szeretném a kollégáimnak is megköszönni azt, hogy részt vettek a rendezvénynek a nem túl kellemes részeibe is, amikor például a követ kellett lapátolni, a faháncsot kellett lapátolni, vagy a szállítmányozási munkákba kellett részt venni, hiszen ugye azok, amik ott vannak kint a területen, azok nem csak úgy hip-hop maguktól kerülnek oda ki, hanem azt azért ki is kell vinni. Tehát egy kétnapos szállítás-pakolás előzte meg a majálist, és hát majdnem ugyanennyi volt az elpakolás is, amit szintén le kellett, hogy bonyolítsunk. Rendezetten hagytuk ott a területet. Úgy gondolom, hogyha valaki utána kiment, akkor azt látta, hogy nem hagytunk ott szemetet, nem hagytunk ott székeket, padokat, semmit, hanem ebben az évben is tiszta, rendezett környezetet hagytunk ott. Valamint végül pedig, de legelső sorban azzal kellett volna kezdenem, hogy köszönöm Mezőtúrváros önkormányzatának is a támogatást, hiszen az a költségvetési forrás, amelyet az önkormányzat biztosít a KFT működésére, annak a forrásnak a részét képezik a rendezvényekhez szükséges pénzügyi részek is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm még egyszer Mezőtúrváros önkormányzatának is a támogatást. Mindenkit jövőre várunk, szintén május 1-én, szintén a ligetbe, és ugyanolyan jó programokkal, mint az elmúlt években, mint idén, jövőre is ilyenekkel próbálkozunk.
próbáljuk majd a lakosságot kicsábítani. És még egy számot azért szeretnék mondani így a végén, hiszen a látogató számokat azért el szoktuk mondani, tehát megközelítőleg 2600-an voltak kint a ligetbe a Majálison. Van esetleg valami észrevétel, akár a programok, akár a szervezés tekintetében, amit a jövőben korrigálni kell? Amikor egy rendezvény megvalósul, olyankor, mint mindenki más, bármit is tesz, akár otthon, vagy munkahelyén, vagy környezetébe, mérleget von, hát nyilván ezt mi is megtettük. Tehát az, ami mindenképpen pozitív volt, az az, hogy gyorsan tudtunk reagálni ezekre a helyzetekre, amelyeket az előbbiekben elmondtam. Ami viszont számunkra fontos és lényeges lesz jövőre, hogy ne gyorsan kelljen reagálnunk, hanem erre bizony készüljünk fel előre. Tehát itt most gondolok akár a területnek a fa hánccsal történő biztosítására, vagy gondolok itt a kövekre is, amelyeket egy adott résznél szintén leterítettünk a területen. Tehát ne az legyen, hogy az utolsó pillanatban kell telefonálni, hiszen azért mi is láttuk az időjárást, hogy az hogy fog majd alakulni. Tehát ebből biztos, hogy itt azért nekünk is lépnünk kell, és a magunk dolgát könnyítjük meg legelső sorba, hogyha nem vészhelyzetet oldunk meg. Tehát ez biztos, hogy ezen változtatni kell. Magán a program struktúráján úgy gondolom, hogy jó volt, hiszen volt olyan program, ami kisebbeknek is szól, felnőtteknek is, idősebbeknek is, és itt nem csak a színpadi programokra gondolok, hanem a kísérő rendezvényekre. Hát ezeket igyekszünk lehetőség és anyagi forrás szerint ezekből minél többet felsorakoztatni. Az, amit sajnálok, hogy ilyenkor úgy van, hogy azok a árusító partnerek, akik a rendezvényen részt vesznek, tőlük ilyenkor helybérleti díjat nem szoktunk kérni, hanem ahogy az a tombola sorsoláskor el is szokott hangzani, tőlük tombola tárgyakat kérünk. Hát a rossz idő valószínű, hogy azért néhány árusnak elvette a kedvét, hiszen ennél több vásározó partnert vártunk ki a programra, ami tulajdonképpen ott csapódott le, hogy azok, akik kilátogattak a rendezvényre, azok biztos, hogy többet vásároltak volna. Én személy szerint szerettem volna virágokat venni. Hát az a árus, aki minden évben ellátogat hozzánk, hát ő mondta, hogy olyan helyen van a virágkertészete, ahova a nagy eső miatt be se tudott menni. Úgyhogy azért nem jött. De bízunk benne, hogy ahogy mondtam is, hogy jövőre jó idő lesz, de hogyha nem, akkor pedig figyelembe véve azokat, hogy mely területeken kell javítanunk a saját munkánkon, akkor azok által már könnyebben tudjuk majd megvalósítani, vagy elhárítani az úgymond veszélyhelyzeteket. Május 26-án vasárnap a Mezőtúri strandfürdő lesz a helyszíne a Városi Gyereknapnak. Idén milyen programokkal várják majd a gyermekeket? Igen, ez így van. A Majális után a Majálissal kezdjük a májusi hónapot, és a Városi Gyermeknappal zárjuk a hónapot szintén. Nagyon készülünk mind a két rendezvényre. A gyereknap az úgy gondolom, hogy pont abból kifolyólag, hogy gyermeknap az úgy biztosan mindenkinek kicsit közelebb áll a szívéhez. Ezért arra is legalább annyira odafigyelünk, mint a Majálisra, de azért kicsit jobban a szívünk csücske, úgy gondolom, hogy ezt kijelenthetjük. A helyszínünk a Városi Strandfürdő ebben az évben is. És a programok azok pedig úgy fognak alakulni a nap folyamán, hogy el is hoztam a plakátot, amelyről én most ezeket fel is fogom olvasni, hiszen annyi sok szép program lesz, hogy ez megéri azt, hogy mindegyiket felsoroljam. Szokás szerint 9 órától kutyaszépségversennyel kezdünk, ez a liget előtt kerül megrendezésre, majd ezt biciklis ügyességi verseny fogja követni, majd aszfaltrajzverseny lesz. Tehát ezek azok a programok, amelyekkel a strandfürdő előtti területen várjuk a látogatókat. Az aszfaltrajzversenyt követően 11 órától kerékpártúra fog indulni. Ez egy új eleme a gyermeknapnak, az idei gyermeknapnak. Itt a ProTour kerékpáros szervezet az, aki nem csak a biciklis ügyességi versenyt rendezi, és nem csak ebben az évben, hanem most ebben az évben
úgy gondolták, hogy egy kerékpártúrát is szeretnének indítani, amelynek mi nagyon örültünk, hogy ez egy kísérő rendezvénye lehet majd a Városi Gyermeknapnak. Úgyhogy minden kerékpárost várunk, aki részt kíván majd venni a túrán. Ahogy a túra elindul, a strandfürdő területén elkezdődnek a színpadi programok is. A Wing Chun Kung Fu Egyesület harcművészeti bemutatóját tekinthetik meg. A érdeklődők majd szintén egy mezőtúri csoport, a Reni Zumba Dance fog fellépni. Őket láthattuk a Városi Majálison is, hát nagyon ügyesek a lányok, asszonyok, hölgyek. Úgyhogy mindenkit biztatni tudok, hogy jöjjenek ki. Majd 1:30-tól a Fülemüle zenekar műsorát nézhetik meg, mert nyilván itt egy gyermekzenekarról van szó. Majd ezt követi szintén a mezőtúriakat is felvonultató Dalma Dance Club, hiszen a klubnak nem csak mezőtúron van tagozata, hanem több más környező városban is. Tombola sorsolás is lesz ebben az évben is a gyermeknapon, majd szintén mezőtúriak, itt egy kis néptánc, a legalább alapfokú művészeti iskola tanítványai fognak majd fellépni, és akkor jönnek a úgymond sztár fellépők, 16 óra 10-től a Nemezalány és Lil G fog a színpadon lenni, majd 17 órától az USNK, ők is fellépnek nálunk, tehát 17 órától a USNK, és 17 óra 40-től pedig Gór fog, ő egy mezőtúri előadó művész, akinek nagyon örültünk, hogy mezőtúriként is elfogadta a felkérésünket és részt vesz a gyermeknapon. Természetesen lesznek most is kísérő programok. Az Óriás Csocsó az elmúlt években, hát kettős érzelmekkel álltunk hozzá először, hiszen ugye egyrészt területnagyságot kell biztosítani, másrészt meg attól féltünk, hogy esetleg nem lesznek a gyerekek elég bátrak, hogy ezt az Óriás Csocsót használják, de viszont amennyire én legalábbis féltem tőle egy kicsit, annál nagyobb volt az érdeklődés. Sőt, ebben az évben is már szervezett formában is jelentkeztek csapatok, akik így a Óriás Csocsón fognak majd játszani. Lesz kézműveskedés, a mezőtúri városi óvodákban dolgozó óvópedagógusok fognak majd ebben segítkezni, amit előre is nagyon szépen köszönünk, és Kontér Béláné igazgatónőnek is szeretném megköszönni, hogy minden évben segítik a munkatársai a programot. Lesz arcfestés, játszóház, légvár, trambulin, szerencse, horgászat is. És amiben még ezen kívül szeretnénk kedveskedni, az az, hogy bízunk benne, hogy olyan időjárás lesz, amely lehetővé teszi azt, hogy a medencékbe lehessen fürödni. Úgyhogy tulajdonképpen ilyen kettős program lesz, színpadi programok, medencés programok, hogyha úgy alakul, illetve az maga a fürdőzés, és kísérő programok is. Hát én azt gondolom, hogy ebben az évben is a munkatársaim egy nagyon jó kis program, egésznapos programsorozatot raktak össze, és most is azt tudom mondani, mint a városban általunk megrendezésre kerülő további más programokkal kapcsolatosan is, hogy azt gondolom, hogy minden település büszke lehet arra, nálunk nagyobb települések is, hogy nálunk ilyen színes, színvonalas, érdekes, kellemes kikapcsolódást nyújtó programok kerülnek megrendezésre. Nem csak a gyermeknapon, hanem a majálisnál, túrivásáron, vagy őszülőn, vagy akár ennél kisebb programoknál is. Illetve még szeretném megköszönni az intézményellátó Kft.-nek, hogy ebben az évben is biztosítja számunkra a helyszínt, és természetesen Mezőtúr város önkormányzatának is, hiszen itt a programoknak a szervezése azon múlik, hogy mennyi pénzünk van. A működéshez szükséges forrásokat ebben az esetben is Mezőtúr város önkormányzata biztosítja. Mint ahogy korábban már többször említette, hogy az időjárás eléggé kiszámíthatatlan mostanában, hogy van esetleg B-terv a rossz idő esetére? Hát igen, most ez a májusi, nem akarok itt meteorológusba átmenni, de ez a májusi eső, ez most, illetve hát ez a nagy beállt esőzés, ez most itt azért nagyon meglepett bennünket. Természetesen a
zöld felületeknek, itt ebben most mezőgazdaság, ligetek, vagy bármi olyan, ahova kellett az eső, oda nagyon kellett. Ez ténykérdés. Nekünk nem volt annyira jó, ahogy már a majálissal kapcsolatosan elmondtam. Hát ugye a gyereknap is egy nem zárt, hanem nyílt térben megrendezésre kerülő program. De mint ahogy minden évben, itt is készülünk B-verzióval. A B-verziónk a Városi Oktatási Centrum sportcsarnoka lesz. Tehát én mindenkinek szeretném azt mondani, hogy a gyermeknap az nem fog elmaradni, de hogyha úgy látjuk a jövő hét folyamán, hogy az időjárás úgy fordul, hogy van esély arra, hogy hétvégén essen az eső, akkor már pedig elképzelhető, akkor a Városi Oktatási Centrumba várunk mindenkit, de hogyha ez a döntés születik, akkor minden általunk használt hírcsatornán igyekszünk minél több emberhez eljutni, és mindenkit tájékoztatni, hogy a rendezvény hol kerül megrendezésre. A KFT a saját szervezésű rendezvényen kívül számos más rendezvényen is részt vett. Gondolunk itt humán erőforrásra, illetve technikai munkálatokra, eszközökre. Mit tudna elmondani erről? Igen, ez így van. Mióta, hát kicsit visszább mennék most az időben, mert nem csak mióta KFT-ként működünk, hanem korábban is, hát azért humán erőforrás tekintetében, meg technikai eszközökben azért jócskán fordulnak hozzánk más szervezeti kis segítségért. Mióta KFT vagyunk, azóta azért a technikai eszközparkunkra, gondolok itt most akár műanyagszékekre, padokra, hang- és fénytechnikára, meg az elmúlt két évben két járművet volt szerencsénk beszerezni. Tehát ezekkel az eszközökkel tudjuk segíteni, nyilván azokat, akik hozzánk fordulnak, hiszen hogyha valaki nem kér tőlünk, akkor nem tudjuk, hogy van-e szüksége valamire. Tehát fordulnak hozzánk más szervezetek, más rendezők is. Ezeknek lehetőség szerint igyekszünk mindig eleget tenni. Örülünk is annak egyébként, hogy így mondjam, azért a város vérkeringésében, tehát ami a kulturális, sport, múzeumi, meg a médiák tekintetében, tehát ugye a városi újság és városi televízió tekintetében, hát én azért azt mondom, hogy mi vagyunk itt azért ezeknek a részeknek, mi vagyunk a szíve. Tehát főként azért, mert nyilván azért lettünk létrehozva, hogy ezt mi szervezzük, mi csináljuk, ez a feladatunk. De emellett azért ne felejtsük el azt sem, hogy ahogy ön is mondta, sokan fordulnak azért hozzánk, technikai segítséget, technikai hátteret azért nagyon sok esetben tudunk adni. És ez nem csak mindig hangtechnikában nyilvánul meg például, vagy műanyag székekben, hanem azért olyanban is, hogyha bejönnek hozzánk a klubok, hogy most jó lenne, hogyha meghívót tudnánk készíteni, vagy szórólapot kéne nyomtatni, vagy plakátot, hát akkor ezeknek is mi eleget tudunk tenni. Vagy akárkint a városi sportcentrumban nem csak a verseny és szabadidős sportolókat szolgáljuk ki, hiszen volt már kint a Rafi vállalatnak például gyereknapja, vagy a városi sportcsarnokban egész napos játszóház is, tehát ezeknek is ugyanúgy helyet adunk. Vagy akár a múzeumi feladatellátás tekintetében, ott is például kiállításokon keresztül is be tudnak mutatkozni, hogyha valaki bejön hozzánk, mint mezőtúri alkotó, hogy ő valamit készít. Ugye ezzel már azért találkozhattunk is, nem csak most, hanem az elmúlt években is ezekkel a dolgokkal. És a másik, ami legalább ugyanilyen fontos, meg ennél azért fontosabb, a humán kapacitás, a humán erőforrás. Hiszen amikor például iskola kér tőlünk műanyag székeket, hogy évnyitó vagy évzáró alkalmával szeretnék leültetni a saját közönségüket, illetve a rendezvényen résztvevőket, hát akkor azoknak a székeknek valahogy oda kell kerülni. Azokat valakinek fel kell rakni, ott valakinek le kell szedni, még esetleg szét is pakolni. És itt most csak egy példát mondtam.
És nem csak ilyen tekintetben nyilvánul meg a segítségnyújtásunk, tehát ami pakolást illeti, hiszen a két média, a városi televízió, illetve az újság író kolléga tekintetében, tehát elvárják a kollégáinktól, hogy legyenek ott minden programon. És amit szoktam ilyenkor mondani, hogy nem csak az, hogy legyenek ott, készítsenek felvételt, interjúkat, hiszen nyilván ez a dolgunk, hogy a városi lakosságot tájékoztassuk, de ez azért csak időt is igényel, hogy ott legyenek, hétvégén is, valamint, hogy ezek az anyagok ezek időbe adásba is kerüljenek, hiszen jó lenne, hogyha a decemberi adventi hétvégéket, azokat nem májusban mutatnánk be, de azt mondom, hogy itt is a kollégák 100%-osan meg a fölött teljesítenek itt akár az anyagok adásba kerülését tekintve, vagy akár azt, hogy a programokon történő részvétel minden esetben van. Nyilván ezt akkor tudják a kollégák megcsinálni, hogyha az adott programról van tudomásunk. Ezt még azért hozzá fűzném. Május hónapban melyek lesznek ezek a rendezvények, amelyeken majd így fog részt venni a KFT? Hát ugye a május 1-e és a május 26-a a gyermeknap, az a kettő az a mi fő programunk, de azért ezek mellett nem annyira sokára néhány nap. Hát inkább akkor kicsit közelebbről vagy előről kezdeném, tulajdonképpen a mérnökbá volt az első, ahol az újonnan vásárolt színpadot, ami nem új, de mi újonnan, tehát mi nekünk új, megvásároltuk a színpadot, amelyet már a mérnökbálon, már a kérés alapján már rendelkezésre is tudtunk például bocsátani, valamint ott is ott voltak a kollégáim, és rögzítették az eseményeket. Ezen kívül, hát ebben a hónapban most lesz majd néhány nap múlva a Imperium Box Egyesület által szervezett, ha jól emlékszem, pofon parádé lesz vagy pofon csata lesz a címe, nem tudom pontosan, na mindegy is, ez a Városi Sportcentrumban kerül megrendezésre a Szolnoki úton. Hát ugye itt is adjuk a helyszínt, adjuk a humán erőforrást hozzá, valamint ide is mennek ki a kollégák és rögzítik az eseményeket. De például ugyanezen a hétvégén lesz kiállítás is a Túri Fazekas Múzeumban, ahol szintén a kollégák ott lesznek, és biztosítják azt, hogy a program az mindenki számára megtekinthető, élvezhető legyen. Kán Károly országos versenyünk is lesz ebben az évben is, ahol szintén részt fognak venni a kollégák, rögzítik az eseményeket, és akkor már nem is vagyunk túl messze a júniustól, ahol júni 1-én sárkányhajó verseny lesz, június 2-án a Mezőtúri Kórház által rendezett EFI nap, ahol szintén technikai erőforrásainkkal tudjuk segíteni mind a két programnak a lebonyolítását, valamint az események rögzítéseit is kollégáim részvételével fog megtörténni. És hát a hétköznapokban pedig, ami nem csak május, hanem tulajdonképpen az év 12 hónapja, a közösségi házban működő amatőr művelődési közösségek, klubok munkáját is segítjük. Tulajdonképpen itt az ő programjaiknak a kiszolgálásáról van szó, a terem takarítása, berendezése, akár plakát meghívó készítése. Tehát én azért mondtam, hogy mi azért jelentősen benne vagyunk a városi közéletbe, ami azért jó, és ezt már beszéltük a kollégáimmal, hogy hát ez azért elég változatos munkát jelent, tehát egyik nap sem olyan, mint a másik, és ehhez kell is az, hogy olyan temperamentumú kollégáim legyenek, mint amilyenek, úgyhogy köszönöm nekik a együtt töltött éveket, meg a hónapokat, meg amik még jönnek, meg a programok kapcsán is azokat, amit ők letesznek az asztalra, hiszen így együtt tudjuk működtetni a kulturális, sport és múzeumi feladatellátás terén a városi programokat, hogy így mondjam. Akik a közösségi házban járnak, azok láthatják, hogy folyamatos munkálatok, fejlesztések zajlanak, de ugyanígy van ez a Városi Sportcentrumban is. Mit tudhatunk ezeknek a fejlesztéseknek a részleteiről? Igen, ez így van, hiszen ezek a helyszínek, ezek az épületek
meg a belső berendezési tárgyak is, hát csak használódnak. Ez nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy sokan járnak hozzánk, sokan használják itt a technikai dolgainkat, meg magát az épületeket, inkább így mondom. Ami a közösségi házban látható felújítás, itt a falfelületek festéséről van szó, nyilászárók festéséről, valamint az emeleti és földszinti mellékhelyiségek kerülnek teljes átalakításra, tehát felújításra, valamint nagyon régi álmunk, vágyunk teljesül, nem soká, hiszen a közösségi ház nagy termébe, a jurta terembe, hogy így mondjam, szintén pályázati forrásnak köszönhetően klimatizálva lesz. Úgyhogy május 31-én a Városi Pedagógus Napon már ezeket a klímákat tudjuk is majd használni. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy azért ezek az átalakítások az épületre ráférnek. A falfestést azt lehetőség szerint azt évente akár többször is meg szoktuk ejteni, hiszen hát csak koszolódnak, ott közlekednek az emberek, nyilvánvaló, hogy ezek koszolódnak. WC felújításokat, azokat azért nem csinál az ember minden évbe, de ez az épület, ez az én tudomásom szerint 1987-ben vagy 88-ban lett átadva. Hát azóta eltelt már jó néhány évtized, úgyhogy ezekre a részekre is ráfért a felújítás, aminek nagyon örülünk, szerintem megszépültek ezek a élemhelyek, úgyhogy örülünk annak, hogy ez így kialakításra tudott kerülni. Ezek mellett a közösségi ház négy fő ajtaja is ki fog cserélődni. Itt az ajtó szárnyak cseréjéről lesz majd szó. Tehát aki bejön hozzánk, akár a főbejáraton, akár a hátsó bejáraton, az majd azt fogja tapasztalni, hogy na, hát ez milyen szép lett. Úgyhogy ezek vannak most folyamatban, amelynek nagyon örülünk, de emellett, ahogy ön is mondta, a Városi Sportcentrumban is felújítások vannak. Az más jellegű beruházás a tekintetben, hogy a forrása ott önkormányzati és TAO-s támogatásból valósul meg. Az épület nyilászárói kerültek teljes mértékben kicserélésre. Ebben benne vannak nem csak az öltözők, irodaépület vagy főbejárati ajtók, illetve ablakok, hanem a csarnok kopolit üvege is cserére fog kerülni, illetve hogy Barta Gyula sportágazatvezető kollégámmal beszéltünk erről, és ahogy ő tájékoztatott, ez már most be is fejeződött, hogyha minden igaz. Úgyhogy ennek is nagyon örülünk, de azért jó ez nyilvánvalóan, mert azért ilyen mérvű felújítást ezek az épületek nem láttak. Az, hogy mikor lesz ilyen, hát bízunk benne, hogy tehát ilyen mérvű felújításra azért egy jó pár évig most nem lesz szükség, de abban bízunk, hogy mint ahogyan eddig is azért az állom megóvásra igyekeztünk és tudtunk is fordítani az önkormányzat támogatásával, illetve önkormányzati forrásból lehetőséget, tehát ezek a kisebb felújítási munkák, ezek ugyanúgy meg fognak történni. Meg hát, mint üzemben tartó is, azzal a szemlélettel kell ezt tekintenünk, hogy gondos gazda módjára kell, hogy ehhez hozzájunk, és ez is a természetes ebben az esetben. Az lenne a baj, hogyha nem így történne. Köszönöm önnek, hogy eljött hozzánk, és megosztotta velünk ezeket az információkat. Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Objektív című műsorunkat látták. Ne feledjék, hogy műsorainkat az interneten is megtekinthetik. Minden jót kívánok! A viszontlátásra!